Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Türmer Gyula, a Munkáspárt elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok Önöknek is! Azért hívtuk így karácsony előtt pár nappal, hogy 2017-et értékeljük. Mik voltak a legfontosabb események a Munkáspárt, illetve az ön életében 17-ben? Hát fölkészültünk a jövő évi nagy csatákra. Munkáspárt egy erősebb, társadalomban jobban elfogadott pártként indul a választáson. Megfogalmaztunk néhány nagy gondolatot is munkásoknak, dolgozó embereknek, nyugdíjasoknak, úgyhogy biztos tudattal indulunk a választáson. Ebben a hatalmas kampányban, ami az ellenzék és a kormánypártok között van, meg az ellenzék és az ellenzék között, hol foglalják el maguk a helyüket? Hát nézem, mi azt nézzük, hogy a gazdagok és a szegények között milyen küzdelem folyik. Örülök, amikor azt láttam, hogy a Tesco dolgozói végre vették a bátorságot és sztrájkolni mertek. Ez nem nagyon divat Magyarországon. És ezzel példát mutattak azért a többi dolgozónak. Ebben a rendszerben az a dolgozó emberi, a szegény emberi, amiért megküzd. Ajándékot ne várjon egyetlen kormánytól sem. Mi azt az álláspontot képviseljük. Ha jobbat akarunk, ha jobban akarunk élni, akkor azt ki kell küzdeni. Ha több nyugdíjat akarunk, azért küzdeni kell, ha nagyobb minimálbért akarunk, azért is küzdeni kell. Solymáron időközi választások voltak, és láttam, hogy valaki kapott 2 szavazatot, és behunyt szemmel arra gondoltam, hogy ezek önök voltak. Önök kapták ezt a 2 szavazatot? Hát nézze, a elmúlt 2 esztendőben közel 200 időközi választáson indultunk. Nem azért indultunk Solymáron sem, hogy bejussunk az önkormányzatba, hiszen általában helyi embereket választanak. De megismertek bennünket. Ma már a Munkáspárt egy ismert fogalom ezeken a településeken, és hát volt, ahol szavaztak is ránk. És a választásokon majd áprilisban nem egyéni érdekekre fognak szavazni, nem helyi érdekekre, hanem pártokra. És akkor már a Munkáspártot is választhatják. Mi azt akarjuk, hogy a Munkáspárt választható párt legyen. Az elmúlt 4 ciklusban hány alkalommal nem jutottak be a parlamentbe? Hát ön is tudja, hogy a Munkáspárt nem parlamenti párt. Ennek ellenére a parlamenten kívül azért mi vagyunk a legerősebb és legtekintélyesebb párt, amit mutat önmagában az a tény is, hogy nagyon sok választáson el tudunk indulni. Próbálta volna meg ezt bárki más. Nem a sajtóban kell egymás torkának esni, hanem az embereknek kell világos programot mondani. Mi azt mondtuk például, hogy a nyugdíjkorhatár ügyét felül kell vizsgálni, és ezt az emberek visszaigazolják az interneten. Mert azt mondják, hogy nem jó az, hogyha 67 meg 70 év fele indulunk el, legyen a férfiaknál 60 év, a nőknél meg 55 év. Ez Magyarország. Vagy például adjunk az időseknek mindenféle korlátozás nélkül 65 év felett ingyenes gyógyszerellátást. Nem kell ahhoz kötni, hogy krónikus beteg vagy nem krónikus beteg, hanem jár neki. Hát, hogyha utazhat a mindenkinek azoknak is, akinek magas a nyugdíja? Az mondjuk nem egy privilégium, a magas a nyugdíj, akkor biztos nagyon sokat dolgozott, érte? A betegember az betegember, de én azt gondolom, hogy a gazdagokat más módon kell korlátozni. Munkáspártnak az a vélemény, aki többet keres, aki többet kap, az többet is fizessen személyi jövedelemadóba. De a mi nagy elvünk, hogy a gazdagok a vagyont kell megadóztatni, a vagyont, hiszen ez a döntő, nem a fizetés, a vagyon. Ezért legyen 45%-os egyszeri vagyonadó. Így ünnepek táján mindenkinek összeszorul a szíve, és látom, hogy a pártok egymás után, ugyanez egy pozitív dolog, elmennek és egy-egy embert hozzájuttatnak, vagy emberek sokasságát egy egyszeri étkezéshez. Jótékonykodnak, levehetett ruhákkal, játékokkal, és Isten tudja még, és pénzt gyűjtenek. Hát a pénzt azért gyűjtik, hogy a bírságaikat kifizessék, ezt csak így viccesen jegyezte meg. Önök hol vannak ezen a palettán? Vagy önök egészében jótékonykodnak? Nem, én azt gondolom, hogy a jótékonykodása semmi más, mint egy kísérlet arra, hogy a nagyon bepiszkított lelkiismeretüket egyes politikusok tisztára mossák. Szóval azzal, hogy karácsonykor valamelyik párt vagy valamelyik politikus ingyen gulyás vagy ingyen bableves osztogat, attól egész éves bűneit nem mossa tisztára. Ön ezt május 1-én szokta, nem? Nem, május 1-én se osztogatunk semmit sem, jöjjenek oda, persze hát megvendégelünk embereket, de ez nem osztogatás.
tessék szívesen egész évben adni az embereknek. Magasabb fizetés, minimálbér. Miért most jut eszükbe a pártoknak, hogy emeljék a minimálbért? Hát hatalmon vannak, meg ott vannak a parlamentben. Tessék az év minden napján beszélni. Ha mi ott lennénk, mi már rég mondtuk volna, hogy legyen 200.000 forint a minimálbér, és nyugdíj nélkül, vagy adó nélkül, és legyen minimális nyugdíj 100.000 forint, ugyancsak adómentesen. Sikerülni fog mind a 106 közetben jelöltet állítaniuk? Hát most már tudjuk, hogy mind a 106-ban nem, mert vannak azért gyenge területek, de a túlnyomó többségében igen. Tehát sokkal több helyen lehet ma már a munkáspártra majd szavazni. Hol az erősek? Tehát hol az, ahol tuti bejutás van, ahol népszerűek, ott, ahol a szegénység van? Nézzük, a munkáspárt nem fog kormánypárt lenni, ezt ma már nyugodtan elmondhatjuk. Azt tapasztaljuk, hogy az emberek értékelik azt, amit tettünk, hogy kiálltunk mellettük, hogy mi ugyanazok vagyunk ma, mint amikor voltunk 27 évvel ezelőtt. Ez egy nagy előny. Ez fontos dolog, ez erkölcsi tőke. Meg fontosnak tartják, hogy nemzeti ügyekbe kiálltunk mellettük, és az legyen a magyar mezőgazdaság megvédése, vagy legyen a migráció elutasítás, ezek fontos dolgok. Na most, hogy ebben benne van-e az, hogy eljutunk az 5%-ig, és benne leszünk a parlament, azt még nem tudjuk megmondani, de a lehetőség adott. Hol erősek, kérdeztem? Erősek vagyunk Nógrádba, erősek vagyunk Borsodba, Békésbe, tulajdonképpen Budapesten is a kerületek nagy részében tudunk indulni. Kik a legnagyobb konkurenciák? Kik azok, akik elhalásszák a szavazóikat? Nézze, mi azt gondolom, hogy az emberek érzéseivel küzdünk leginkább. Az emberek illúziója ellen küzdünk. És én azt látom, hogy ma már az emberek megszabadultak ettől az illúziótól. Rájöttek arra, hogy Ausztriában, Németországban, az EU-ban sem minden fenékig tejföl. Azt is tudják, hogy még mindig csak harmadát keressük annak, amit az EU dolgozói megkapnak. Azt is tudják, hogy a rendszerváltás nem mindenkinek okozott nagy örömet, és nem változtatta meg az életüket, és így jutnak el a Tesco dolgozók a sztrájkig, és jutnak majd el a többi ember is. Tehát mi nem a pártok ellen küzdünk, hanem az embereket akarjuk meggyőzni. A Tesco dolgozók a sztrájk után eljutnak majd a szavazófülke magányában az ön pártjának a cetliéhez is? Hát nézd, nagyon jó lenne, hogyha a közvéleménykutatók megkérdeznék az embereket, hogy akarsz-e a munkáspártra szavazni, de ezt a kérdést nem teszik fel. Hát ilyen a demokrácia, idézőjelbe téve. Közvéleménykutatók azt mondják nagyon kedvesen ilyen kérdésre válaszolva, hogy hát sajnos nem mérhetők. Vannak, de nem mérhetők. Amit nem kérdeznek meg, az sohasem válik mérhetővé. Értjük, hogy nem kérdezik meg. Ez egy tisztességtelen dolog, de hát ezzel nincs mit tenni. Mi azt tapasztaljuk az utcán, hogy az emberek már nagyobb bizalommal fordulnak felénk, és kérjük őket, hogy amikor ott valóban oda jutnak a szavazófülkébe, akkor válasszák a választható munkáspártot, mert a munkáspárt az egyetlen párt, amely a szegények, a dolgozó emberek mellett már állt ki, az egyetlen valójában baloldali párt. Ha ez nem üzleti titok, akkor megmondja nekem, hogy hány aktív tagja van a munkáspártnak? Nem üzleti titok, ez hadititok. Általában nem közölik a tábornokok a csata előtt, hogy hány katonával és hány harckocsival. Tagdíjat is fizetnek? Tehát rosszul tettem fel a kérdést. Azt szeretném tudni, hogy ön tudja-e, hogy hányan vannak. Természetesen tudjuk. Vannak rejtőzködő munkáspárti szavazók? Nézze, hát az tény, hogy vannak olyan választókerületek, ahol nem volt egyéni jelöltünk 2014-ben, de listán mégis sok szavazatot kaptunk. Tehát vannak olyan emberek, akik már 2014-ben is bennünket választottak. Van három perc, magyarázza meg nekem, hogy lesz valakiből munkáspárti jelölt. Egyetért az ön világnézetével, és oda megy, és azt mondja, hogy nézze, Türmerev társ, Én hiszek önben, maguk már évtizedek óta ugyanazt mondják. Szeretnék segíteni maguknak, és akkor maga azt mondja, hogy jól van, fiam, téged az Isten is arra teremtett, hogy a munkáspárt képviselő jelöltje legyél? Aki a munkáspárt jelöltje, az nem azért jön a munkáspártba, hogy majd egyszer valamikor nagy pénzekre tegyen szert. Ilyen embereink nincsenek. Itt nem karrierképviselők vannak, hanem olyan emberek, akik valóban tenni akarnak önmagukért, családjukért,
a társadalmi rétegeikért és az országért. És úgy gondolják, hogy a munkáspárt politikája valóban segít ezeknek az embereknek. Mert nem a középosztály támogatja, hanem a rászoruló embereket nekik akar adni. És a nemzet ügye mellett áll ki, amit megint csak értékelnek. Most van még 2 percet, győzze meg nézőinket, hogy miért is fontos beszélni 3 nappal karácsony előtt arról, hogy még van Magyarországon munkáspárt, és talán be is jutnak a parlamentbe, hogyha a nézők is úgy akarják. Önni a kamera. Tisztelt nézők, ha nincs ott a munkáspárt, és ha nem lesz ott a jövő évi választások után a parlamentben, akkor senki sem fogja a dolgozó emberek, az egyszerű nép érdekeit képviselni. Ki fog küzdeni azért, hogy legyen 200 000 forint minimálbér? Ki fog azért küzdeni, hogy legyen 100 000 forint minimál nyugdíj? Ki fog azért küzdeni, hogy megadóztassák a gazdagokat? Hiszen ha nem adóztatják meg, akkor megint csak a mi hátunkra fognak újabb és újabb bőröket lehúzni. A munkáspárt az egyetlen párt, amely bizonyította ezt az elmúlt 27 évben. De élve az alkalommal, nagyon boldog karácsonyt kívánok minden televíziónézőnek, valamennyiüknek, családjaiknak. Boldog karácsonyt és boldog Hanukát a magyar lakosság zsidó hívőinek is. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, kedves nézőim. Az elmúlt percekben megpróbáltuk meggyőzni önöket arról, hogy van még egy olyan párt, aki évtizedek óta ugyanazt mondja, és elvárja önöket nem csak a május 1-i bulira, hanem a szavazásra is. Most jönnek előzetesek, majd a híradó, és a híradó után dr. Szent Iványi István a liberálisokról jön, akivel az európai eseményekről fogunk évet értékelni. Majd következik dr. Batalmány Zsolt, Erzsébet város polgármestere, akivel hasonló és helyi témákban utazunk. Köszönöm, hogy idáig velünk voltak. A híradó után visszavárom önöket a viszontlátásra. Köszönöm szépen.